Játékuk újraindításának megnyitása János Vitéz 1959-ben. Hát néztem, ahogy ott a színpadon volt a francia udvar, szembe hátul, fönt a teraszon volt a csata, jobbra vágtattak a huszárok. Na, minden eszembe jutott, még a sült kolbász szaga is, ami akkor jött ott be. De hát aztán sok nagy élmény, Johanna a Mágián, Szent Iváné Jálom, Don Carlos, Boris Godunov, Fidelio, Antigone, Ember tragédiája. Hát a Dóm egy nagyszerű háttér volt, ami voltak darabok, ahol zavaró lakhatott, volt, ahol remekül érvényesült. De most néztem, tulajdonképpen elképzeltem, hogy hol a nézőtér, szóval ez is egy nagyszerű háttér. A másik oldal is a nagyszerű háttér, és ott is vannak kihasználható erkélyek, meg helyek, szóval ez így is jó. Én attól tartok, hogy a musical műfaja, legalábbis az, amit ma nyugaton ennek értenek, hanyatlóba van. Annyira, hogy tulajdonképpen hát majdnem, hogy a Nyomorultak volt az egyik utolsó nagy mű, ami készült ebbe a műfajban. Rendkívüli drámai ereje van, nagyon jó szerepek vannak benne, nagyon megrázó, és hát annak idején úgy emlékszem, hogy nagyon jól állt neki a szabadtér. Tehát az egésznek a freskószerűsége, a nagy látványok, a nagy mozgások, azok hát ezen a szabadtéri színpadon annak idején nagyon jól érvényesültek. Hát gondolom, hogy most is fognak.